Az idei konferencia témájául azért választották a vastagbélrákot, mert az utóbbi években népbetegséggé vált a Kárpát-medencében. Az elmúlt évtizedben ez a betegség szinte népbetegséggé vált. A férfiaknál szinte az első a tüdőrák után, nőknél is az első között szerepel, és exponenciálisan növekedett az utóbbi időben, úgy hazánkban, mint itt a környező országokban. Ez a daganat azonban a többi daganathoz képest rossz indulatú, viszonylag idézőjelben jó indulatú, mert lassan növekszik. Tehát épp ezért, hogy ezeket időbe felfedeznénk, akkor sokkal jobb eredményeket tudnánk elérni a gyógyításban, mint jelenleg. A vastagbélrák kialakulása Szerbiában valamivel az európai átlag alatt van, de nem sokkal. Míg 60 lakos jut körülbelül 100 ezer lakosra, aki ebben a betegségben szenved Európában, addig 45-től 48 esik 100 ezerre Szerbiában, ebből is az a 48 Vajdaságra értendő. A konferencián résztvevő orvosok azt hangsúlyozták, hogy a rák kialakulásának megelőzése mellett nagyon fontos az is, hogy minél korábbi stádiumban fedezzék fel a már kialakult elváltozásokat. Fő szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy hogyan lehet ezt megelőzni, hogy lehet időben felfedezni a betegséget. Az időben való felfedezés, a vastagbél rossz indulatú daganatainak a gyógyítása, ha időben fedezik fel, tulajdonképpen az 5 éves túlélés az 70%-os. A vastagbélrák kialakulásának oka lehet a helytelen életmód, a rossz táplálkozás, a dohányzás és az alkoholfogyasztás is. Szerbiában az emberek érdektelenek a megelőzési módszerek és a szűrési vizsgálatok iránt is. Ezen kellene változtatni, hangsúlyozták a szakemberek.